2014-ben mi is. Ugye az elmúlt években célul tűztük ki azt az utazás kiállításon, hogy egy picit több legyen ez, mint egy puszta kiállítás, és egy hosszú időintervallumot eltöltve a látogatók a kiállításon érdekes, szórakoztató eseményen tudjanak részt venni. És ennek szolgálatába állítottuk azt, hogy nem csak a kiállítói programok azok, amik a látogatókat élménnyel látják el, hanem a mi magunk is szervezünk programokat. Ennek az egyik fontos eleme egy olyan közönségjáték, amit tavaly évben szerveztünk meg először, és hatalmas népszerűségnek örvendett. 25 ezeren játszottak ezzel a játékkal, amelynek a lényege az idei évben az, hogy pontosan a családi utazásokhoz kapcsolódva egy nyaraló füzetet kapnak majd a látogatók, amivel körbejárva az egyes állomáspontokat és ott a családi utazásnak bizonyos vicces és kevésbé vicces, például, hogy férünk be 20 kilóval egy bőrönkben négy gyerekkel, mozzanatait kipróbálhatják majd a látogatók, és ezeken az állomáspontokon egy-egy pecsétet begyűjtve, ha teli pecsétekkel teli nyaraló füzetet, ha leadják, akkor egy sorsoláson vesznek részt, emelynek keretében egyiptomi családi utazást, ausztriai családi hétvégét nyerhetnek majd az Express Travel International és az Eszterházi Betribe felajánlásából. Amellett, hogy ez a játék szórakoztatja majd a látogatókat, gondoltunk a kicsikre is, és így egy Green Mini Club gyerekjátszó várja majd őket, nagyobb bacska gyerekeket és az apukákat, akik így a felénél föladják majd a kiállítási kínálatnak a megtekintését, hiszen úgyis mind a nők döntenek. Őket az utazásmozi, csocsó, dárc, katamaránok, bringa textilje várja majd a kiállítás területén. A kiállítók, ahogy azt már Gergely is említette, a standokon és a színpadon készülnek programmal, tehát arcfestés, mézes kalács készítés, óriás bábok, könnyű zenei koncertek, folklór bemutatók, 3D-s túrek, és még sorolhatnám hosszasan, hogy mennyi élmény, léptennyomon élmény, és meg annyi felfedezni való hely vár majd a családokra. Ezt biztosan tudjuk garantálni, tehát azt, amit egész évben átélhetünk itthon és külföldön, azt itt 4 nap alatt nálunk is megtapasztalhatják a látogatók. A gyújtás eseményen is bővültünk 2014-ben, említettem már korábban, ez az Afrika Expo, amely az Álpavilonban egy 500 négyzetméteren 15 afrikai országnak a bemutatkozását szolgálja. Többek között Kenya, Namíbia, Gána, Szudán, Angola kulturális és gazdasági lehetőségeit mutatják majd be a kiállítók, ahol szintén gyerekprogramok, divatbemutató, táncműsorok hozzák el nekünk az afrikai kontinens kultúráját. 2012-höz képest nem változtattunk a belépőjegy árakon, viszont hogy kedvezzünk a látogatóknak, és remélhetőleg meghaladjuk az 50 ezret. Egyéb extra ajánlatokkal is készültünk, így február 28-án pénteken délután 15 órától 500 forintos belépőjeggyel várjuk majd a látogatókat, és a március 2-át vasárnapot pedig a családoknak szálljuk, és így a 3800 forintba kerülő családi belépőjegyet, amivel 2 felnőtt és 3 gyerek tekintheti meg a kiállítást, 2000 forintért vásárolhatják meg a családok. A kiállítás teljes üzemelési ideje alatt a 6 éven aluli gyerekeknek ingyenes lesz a belépés. Tehát a további jegyinformációkról, programokról, szakmai programról részletesen a www.utazás.hungexpo.hu oldalon tájékozódhatnak. Köszönöm.